Üdvözlök mindenkit ezen az új csatornán. Úgy határoztam, hogy itt az ideje leforgatni az első részt. Nem is nagyon dönthettem volna másképp egyébként, mert igazából az időjárás az, ami elsősorban befolyással van arra, hogy mit csinálok éppen. És mivel elég sok volt az eső az elmúlt két nap, így olyan sok mindent nagyon tenni nem tudok, hát majd még délután meglátom, lehet, hogy egy kicsit molyolok. De úgy döntöttem, hogy leforgatom ezt az első részt. És akkor igyekszem bemutatkozni, illetve elmondani azt, hogy pontosan ez a csatorna, ez miről is szólna, illetve mit szeretnék bemutatni. Ha már olyan nagyon haladni nem lehet. Nem más csak célom egyébként, mint hogy egy kis háztáit létrehozzak. Szándékosan nem úgy fogalmazok, hogy önellátás vagy önfenntartás, mert ezek a kifejezések nagyon sokakban egy idilli képet festenek fel. Hogy csak lógatjuk a lábunkat, ülünk ugye a teraszon, a ház előtt, szürcsölgetjük a kis teánkat vagy kávénkat, és nem csinálunk semmit. A zöldségek, a gyümölcsök maguktól begurulnak a pincébe, az állatok ellátják saját magukat. Szóval nyilván ez nem erről szól. Itt azért van tennivaló. És ugye nincs is szabad nap, nincsenek ünnepnapok, hogyha állattartásról is beszélünk, ugye. Hogyha növénytermesztés, tehát hogyha csak egy kis zöldségest, egy kis gyümölcsöst akar fenntartani az ember, akkor az nem gond, nyilván akkor szabadabb az embernek, több szabad ideje van. Viszont hogyha van némi állat a portán, amivel kapcsolatban én azt mondom, hogy állattartás nélkül nincs is igazán növénytermesztés, még így kicsiben sem, háztáiban sem, mivel azért valamilyen úton, módon pótolni kell azt a tápanyagot, amit kiveszünk a földből zöldség és gyümölcs formájában. Tehát ez csak állati eredetű trágyával lehet megoldani, illetve némileg komposzttal is, de az nem olyan teljes értékű szerintem. Legalábbis olyan mennyiségű tápanyagot nem pótol vissza a földnek. Úgyhogy állati szerves trágyára mindenképp szükség van. Műtrágyára természetesen nem, ilyenekben nem gondolkodom, vegyszerekben nem gondolkodom. Ja igen, ezzel kapcsolatban a másik kifejezés a bio, meg az öko. Ez szintén olyan dolog, amit szerintem érdemes kerülni manapság, mert ilyen ma már nincs. Tehát aki azt gondolja, hogy azért, mert otthon nem használ éppen vegyszereket a kiskertjében, attól az még nem lesz teljesen vegyszermentes, mert akár több száz, több ezer kilométerről is hoz valamilyen szermaradványt a szél úgy is oda. Tehát ez egyszerűen lehetetlen manapság már teljes egészében vegyszermentesen termelni bármit is, ha csak nem mondjuk olyan steril körülmények között, ami egy zárt helyiség, külön szellőztető rendszer, és a többi, és a többi, de hát nyilván az meg nem éri meg. Úgyhogy én is valami hasonlót próbálok meg itt létrehozni. A célom nem az, hogy piacra termeljek, nem az, hogy pénzt állítsak ezzel elő. Tehát én külföldről most értem haza, én azért dolgoztam kint közel 10 évig, hogy megteremtsen ennek az alapjait. Én kifejezetten erre készültem az utóbbi nem is tudom hány évben már, folyamatosan gyűjtöttem az adatokat. Nyilván akkor könnyebbé vált a helyzetem, amikor már megtaláltam ezt az ingatlant, majd mindjárt elmondom, hogy pontosan hol is vagyunk. Mert akkor már konkrétan el lehetett tervezni, hogy mondjuk hova kerül a ház, egyáltalán milyen lehetőségek vannak ugye a terület méretéből, meg alakjából adódóan. Mert addig csak vaktában lövöldöztem. Észak-Magyarországon vagyunk egyébként, Tokaj-hegy alja, történelmi borvidék, a Zemplén lábánál vagyunk. Szóval én itt tervezem ezt a történetet megvalósítani, és ezt szeretném megörökíteni videó formájában. Aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz, hogyan fog ez tényleg megvalósulni a gyakorlatban. Amennyire lehet, igyekszem bemutatni mindent, de már egy-két epizódot leforgattam, ugye ezt is be fogom mutatni, hogy hogyan készült el. És azért már rögtön az elején adottak milyen technikai problémák a kamerákkal kapcsolatban, és például az akciókamera, amit használok, az teljesen az temető annak a képe, az egyszerűen használhatatlan, azt muszáj leszek váltani. A főkamerám az is bohockodik, de úgy látom, hogy utómunkában azt ki tudom javítani. Na mindegy, visszatérve az eredeti témára, igyekszem megörökíteni mindent normálisan, amennyire lehetséges, de igen, hogyha az ember azért igyekszik, betervez valamit megcsinálni egy nap, még az nagyon sok időt elvesz, hogy a kamerákat még mindent be kell állítani, de azért próbálom valahogy úgy összehozni a dolgot, hogy értékelhető felvételek szülessenek belőle. Hát itt nyilván nem az első 4, 5, 6, 8 epizódra értem,
mert most még nekem a lakatást kell megteremteni. Tehát például a második, harmadik epizódban körülbelül így tervezem, azt fogom megmutatni, hogy ezt a kis viskót hogyan húzom fel, ami nem több mint 3 négyzetméter, és én most ebbe élek, ebbe lakok. Viszont én ezt vállaltam. A nomád körülmények egyébként sem állnak tőlem távol. Ez az egyik dolog, a másik pedig nekem mindenképp szükségem volt valamilyen kisebb hajlékra, ideiglenesen, mert ez csak néhány hétre szól. Csak azért, hogy már itt legyek kint a területen, hogy lássam a vadak mozgását, lássam például a napjárását, mondjuk most így közelülünk a télbe, és hogy amennyi információt lehet begyűjtsek, mert eddig, amikor hazajöttem külföldről, mindig tavasszal hazajöttem egy-két hétre, ősszel hazajöttem egy-két hétre, szóval olyan nagyon sok információm ezzel kapcsolatban nem volt. Tehát minél hamarabb én már ki akartam ide jönni, és megnézni, hogy pontosan esetleg mi az, amin változtatni kell már most, hogyha rögtön az elején látom. Például mondjuk a vadak miatt, vagy akármi más egyéb okból kifolyólag. Úgyhogy majd részletesen bemutatom ezt az épületet is, hogy hogyan húzom fel. Meg hát az összes többit is, de télen nyilván nem itt fogok lakni. Mert azért némi kis komfortra az embernek szüksége van. Szóval Tokajhegyalján vagyunk. Én egyébként is itt nőttem fel. Mielőtt hazajöttem külföldről, én máshol keresgéltem, tehát inkább próbáltam a sógorokhoz közel, valahogy egy Dunántúl, vagy a nyugati országrész. Mert mégiscsak Észak-Magyarország azért nem a legfrekventáltabb része az országnak. De mondjuk attól függ, hogy pontosan mire keresgél az ember. Hogyha valami hasonló terve van az embernek, akkor persze mindenképp szerintem ilyen elhagyatottabb régiókban érdemes keresgélni. Határmenti részeken, ami földrajzilag egy kicsit dimbes, dombos, hegyes, völgyes, mert ott biztos, hogy nem épül ki olyan szintű infrastruktúra, ahol mondjuk ipari parkok létesülnek, ahol mondjuk olyan nagyipari beruházások létesülnek, amelyek ebből a szempontból nem ideálisak, illetve itt lehet olcsón telkeket vásárolni, olcsón olyan telkeket vásárolni, ami már nem volt művelés régóta, mint például ez is. Ez egyébként egy majd 2,5 hektár, ebből körülbelül 1,2-3-4-5 hektárt fogok csak hasznosítani, a maradék az marad erdő, az nem is fogok nyúlni, tehát fakivágás semmi ilyesmi. Annyi, hogy a méheket fogom a fenti részen elhelyezni, ugyanis ez egy, hát nem olyan keskeny telek egyébként, mert egy olyan 100-120 méter szélesség, de hogyha az alaprajzát tekintjük, akkor igen, egy viszonylag keskenyebb, hosszabb teleknek mondható, és ennek ugye a közepére fognak kerülni majd az épületek, ugye lesz egy lakóház, lesz egy istálló a kecskéknek, a Baromfi udvarnak ez egyben lesz, akkor lesz valami csűr vagy pajtaszerűség, ahol tudom tárolni akár a takarmányt, akár a gépeket vagy hasonlókat. Tehát ezeket a terület közepén kívánom elhelyezni. A déli részén ettől lejjebb az állatoknak lesz majd legelő, illetve kifutó, mert itt azért egy déli, dél-keleti, dél-nyugati hegyoldalról beszélünk, ami azért nyáron nagyon benapozott, és nem az Alpok aljához vagyunk közel, tehát annyi csapadék itt nincs. Bár most az idő rám cáfol, mert most ezért nem tudtam sok mindennel haladni, mert rengeteg volt az eső. És a terület alsó részét szeretném majd kifutóként, illetve legelőként használni, itt fognak mozogni az állatok. Ez már nagyjából ki is van pucolva. Itt ugye nem is lehet egy fűszálat sem megmozdítani anélkül, hogy mondjuk a nemzeti parkkal ne egyeztetne az ember. Mert ugye Natura 2000-es területről van szó, mint itt minden a környéken, tehát ott is be kellett adnom egy több oldalas nyomtatvány, papírokat, stb., hogy mi a terv, hogy szeretném ezt megvalósítani, és ők ültök rajta néhány napot, aztán jóvá hagyták, és van rá néhány éven. Ez csak a területnek a kipucolására, megtisztítására szól, úgyhogy ez már részben meg is történt. És a ház mögötti rész, ami közvetlen a ház mögött lesz, ott lesz majd gyümölcsös, azt még egy kicsit ki kell pucolnom. Itt van néhány gyümölcs van mögöttem, amit csak ideiglenesen elvermeltem, azok már itt vannak, azokat is már el kell raknom. Szóval ott lesz majd a gyümölcsös, és fölötte meg már hagyom az erdőt a maga valójában. A természet egyébként is kezemre játszott, mert a terület alsó része az inkább csak cserés volt, galagonya, csipke, stb., tehát ezek a jó kis marasztaló fászárúak. Fent viszont már tényleg erdősödik, ott már kevesebb a csipke meg a galagonya, de mint mondtam, az úgyse fogok hozzányúlni. És hát én nagyon szerencsésnek gondolom, hogy sikerült rálelnem erre a telekre. Mint mondtam, nem szándékoztam visszajönni Észak-Magyarországra, de addig-addig keresgéltem a Dunántúlon, egyszerűen nem találtam. Tehát rájöttem, hogy tudatalatt én valószínűleg a gyerekkorom helyszínét keresem vissza, ugye én itt nőttem fel, Olaszliszkán,
a Bodrog folyótól egy 100-150 méterre. Nem volt olyan nap, amikor nem mentem volna le a vízre, tehát nekem vízre, folyóvízre mindenképp szükségem van. Dunántúlon pedig ugye, ami folyók vannak, azok nagyon szeszélyesek, nagyon kiszámíthatatlanok, úgyhogy a Bodrogon meg egy laborra végig le lehet csorogni, szóval az nekem mindenképpen ideális, akár horgászat, akár csak arra, hogy az emberek kicsit kikapcsolódjon. És hát ugye mögöttünk van az Emplén, itt kezdődik az Emplén. Tehát itt vagyunk az Emplén hegységnek a lábánál, hogyha ettől északabbra megyünk, ott található a hegység, hogyha pedig délre, akkor itt kezdődik már lassan a nyírség, illetve a Bodrogzug, aztán a nyírség, majd az Alföld, és a kettőt a Bodrog folyó választja el. Tehát minden szempontból ideális, nem véletlen, hogy az emberek annak idén megtalálták a lehetőséget itt, mert volt fa, akár épületfának, akár tüzelőnek, volt ártéri gazdálkodás, foggazdálkodás, állattartáshoz is minden adott volt. Annak idején még a folyóban volt hal is, tehát akkor még a halászat, a vízkivétel is működött. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó hely, annak ellenére, hogy bizonyos értelemben az emberek nem nagyon szeretnek ebbe a régióba látogatni, mert elmaradottnak mondják, de mondom, hogyha valaki hasonlóban gondolkodik, akkor ilyen területeken érdemes keresgélni. Még Dél-Zala, ami szintén hasonló, dimbes-dombos, ott sem fut igazán úgy autópálya, ott is nézelődtem sokáig, de a Mura folyó, mint mondtam, az nekem nem volt ideális. Na mindegy, sokáig nézelődtem a Dunántúlon, aztán egyszer csak találtam egy olyan hirdetést, ahol ezt a telket hirdették. Nem is foglalkoztam először vele, de aztán csak megvettem. Ez egy hosszabb történet, most ebben nem megyek vele, akkor éppen nem tudtam szabadságra hazajönni, úgyhogy valaki kijött nekem, csinált fotókat, videókat, és az alapján én megkockáztattam, egyébként nevetség és áron meg tudtam venni. Igen, az első rész egy kicsit pofázós lesz, csak repelek a kamerába folyamatosan, de a többi részben kevesebb lesz majd a duma, mert ott inkább majd az építésé lesz a főszerep. Na és akkor, hogy az első néhány epizód pontosan miről is fog szólni, amint említettem, ezt az épületet fogom megmutatni, ahogy felépítettem, de ez csak ideiglenes, ez csak néhány hétre szól, hogyha az időjárás engedi, már most akkor lassan majd hozzákezdek a következőhöz, ami egy 20 négyzetméteres épület, szintén fa, én csak fában gondolkodom, mert egyébként megkönnyítettem volna a dolgomat ezzel kapcsolatban is, úgyhogy felhozok ide egy lakókonténert, vagy egy lakókocsit, aztán azzal nagyon nem kell vacakolni, csak az a baj, hogy később azzal nem fog tudni mit kezdeni. Tehát nekem alapelv, hogy semmi olyat ne vegyek, semmi olyat ne vásároljak, amit aztán később nem tudok, vagy nem akarok hasznosítani. Tehát a fémtől én idegenkedem, tehát lakókonténer, meg ilyen fémkonténer szóba se jöhet. Elsősorban fával képzelem el, tehát ami épületet csak lehet, azt fából megépíteni. És akkor úgy döntöttem, hogy később én úgy is tervezek szaunát, úgyhogy választottam egy olyan, ez egyébként egy kerti tároló, hivatalosan, tehát nem véletlenül csak ekkora, van ebből is több különböző méret, de azért választottam ezt, mert majd szaunaként szeretném ezt hasznosítani. Úgyhogy nekem ez így ebből a szempontból most ideális, arra, hogy néhány hétig itt ellegyek. Az a lényeg, van hajlék a fejem felett, tudok főzni, sütni, minimális mértékben. Van fűtés, normálisan ki tudom pihenni magam, van benne ágy, úgyhogy a cuccaim, ami igazán szükséges, az szintén elfér benne. Majd erről úgy is fogtok látni később egy videót, ahol megmutatom, hogy hogyan lehet élni 3 négyzetméteren. Idézőjelbe persze. Na de a következő épület, ahol majd igazán hosszú távon, amíg a lakóház el nem készül, meg fogom majd magam húzni, az majd most fog elindulni az a projekt. És ez egy 20 négyzetméteres épület, mint mondtam, ketté van osztva. Az egyik részében leszek majd, egy közel 10 négyzetméterem, a másik része pedig lesz majd tároló, műhely. Mert az is nagyon fontos, hogy a cuccaimat tudjam már rendesen tárolni, szelektálni, organizálni, mert így egyszerűen, hogyha valamire szükségem van, az is rengeteg időt elvesz, hogy még megtalálom, megkeresem, hiába van felírva melyik dobozban, mit hol találok, van, amit akkor sem feltétlen találok meg. Úgyhogy nekem is szükségem van azért egy minimálisabb komfortra, ahol a telet már ki tudom majd húzni. És azért van szükség erre a 3 lépcsőfokra, úgy egy kis épület, az elsőt azt elmondtam azért, hogy kint legyek már minden hamarabb. A második azért, mert amíg a lakóház elkészül, az biztos, hogy időt vesz igénybe, ugyanis
itt nálunk Magyarországon a papír az Isten. Tehát addig, amíg a papírmunka le nem zajlik, addig, amíg nincsenek meg az engedélyek, addig, amíg jóvá nem hagynak valamit, hogy aztán azt újra jóvá hagyják, és a többi, és a többi. Tehát ez a bürokratikus rendszer, ami itt nálunk van, ez időben ez nagyon megnehezíti a dolgokat, tehát elhúzódik, és már úgy voltam vele, hogy biztos, hogy nem fogok tudni építkezni, akár a tél folyamán is. Mert nálunk egyébként lehetséges, tehát vannak olyan telek, amikor nagyon enyhe idő van. Itt az eső tudja befolyásolni, mert itt ugye azért van szintkülönbség, fel kell jönni autóval, ezzel-azzal, fel kell hozni az anyagokat. De egyébként normál esetben bizonyos teleken lehet építkezni. De mindegy, a papírmunka az, ami hátráltatja a dolgot egy kicsit, tehát én azért terveztem úgy, hogy körülbelül nyárig abban a 20 négyzetméteres ingatlanban, abban a 20 négyzetméteres faházban leszek majd. És akkor utána a nyáron remélhetőleg megépül majd a lakóház is. Szóval semmi különleges dologról nem beszélünk egyébként, igyekszem berendezkedni. Néhány állattal, egy kis zöldséges, egy kis gyümölcsös, minden adott. Egy csomó mindent már egyébként elkezdtem. Majd ezek úgyis bemutatásra kerülnek folyamatosan. Aztán akit érdekel, az tartson velem továbbra is.